2018 óta negyedik alkalommal rendezte meg az Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó konferenciáját az Északi Agrár Szakképzési Centrum és a Vai Ádám Mezőgazdasági Szakképzőiskola. A rendezvénynek Bakta Lóránt házán a Fenyves Szálloda és Konferencia Központ adott otthont. Célunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódás csökkentése témájában bizonyos célok elérése, ilyen cél például, hogy minél tovább az intézményben maradjon, vagy valamilyen olyan célt érjünk el a tanulóval, ami számára nagyon egyedi. Megszólítottuk a társintézményeinket, ilyen társintézményeik voltak, akik el is fogadták meghívásunkat, például a beiskolázási körzetünkbe tartozó általános iskolák, a gyermek jóléti szolgálat dolgozói, a polgármesteri hivatal dolgozói, és természetesen a megyei és regionális szintű Arany János programban érdekelt intézmények. A konferencia résztvevői különböző tudományterületek képviselőit hallgathatták meg. Az élsportolókkal is foglalkozó Tóth László a diákok motiválhatóságáról osztotta meg tapasztalatait, kollégája Lénárt Sándor pedig előadásában arra világított rá, hogy a pedagógusoknak először meg kell ismernie a diákokat, mielőtt tanítani kezdeni őket. Sokkal több olyan helyzetet kellene teremteni, beszélgetéseket, beszélgetőköröket, egyéni, személyre szabott figyelmet, ami a gyerekek számára bizalmat okoz. Különösen azon gyerekek számára fontos ez, ahol a családi háttérben ez nincs meg, vagy nem elég szakszerűen, most az idézőjelben lett szakszerűséget, tehát nem kapja meg ezt a személyes figyelmet. Lévai Imre főigazgató azt mondta, az agrárszakképzésbe jelentkezők száma évről évre nő, mivel az agráriumnak szüksége van a szakemberekre. Az Arany János program 18 éve indult el országszerte, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű diákok számára segítséget nyújtson a középfokú tanulmányok elvégzésében. Mindegy 19% hátrányos helyzetű tanuló van. Nyilván a megoszlásuk, hogy ez egyéni hátrány, vagy társadalmi hátrány, szociális helyzetből fakadó-e, ez megoszlik, és ez a legfőbb dolog, ami feladatot ró ránk. Feladatot ró ránk, mint ahogy a előadóink is már kiemelték, hogy egyéni fejlesztési útakat kell kidolgozni a tanulóknak, és tulajdonképpen, mivel szakképzésben vagyunk, a végcél érdekében, hogy szakmához, szakmai ismerethez juttassuk a tanulókat, hiszem és vallom, hogy ehhez nincs más lehetőségünk, mint hogy valóban azokat az egyéni fejlesztési lehetőségeket megtaláljuk, amelyeket személyre tudjuk szabni a tanulók számára. Molnár Ádám is az Arany János program keretében kezdte meg gimnáziumi tanulmányait, amely számára nem csak a tanulmányi felzárkózást és a további színvonalas képzést, hanem számos értékes kapcsolatot és élményt jelent. Az Arany János program miatt nagyon sok barátot szereztem, sok kapcsolatot ápolok így mindenkivel. Nagyon sok mindenhez hozzájutottam az Arany János program által. Volt lehetőségem kimenni külföldre, Lengyelországba síelni. Olyan helyekre jutottam el, amit ahová lehet, hogy később nem is jutottam volna el magamtól. Bár az Arany János Tehetséggondozó programban az agrárszakképzés jelenleg kivezetés alatt áll, a rendezvény főszervezői abban bíznak, hogy ha átalakult formában is, de folytatni tudják a képzési formát. Ezzel kapcsolatban Lévai Imre azt mondta, folyamatosan egyeztetnek a mentorprogramok vezetőivel.